Rolling Stones koncertek után mindig meg szokták kérdezni, hogy melyik volt a legjobb dal. Erre viszonylag könnyű válaszolni, mert mindig a kezdő. És ez igaz tulajdonképpen bármelyik dalukra, hogy amikor kezdik vele a koncertet, az valahogy sokkal jobbat, sokkal nagyobbat üt, mint bármikor máskor a műsorban. Akármelyik, amik én hallottam, a Start Me Up, vagy a Brown Sugar, vagy akár a I Can Get No Satisfaction, amikor elsőnek játsszák, akkor valahogy ez más. És szerintem nem csak azért, mert hogy örülünk, hogy kezdődik a koncert, persze ez is benne van, hanem valahogy a zenekar felől is érződik ez a itt vagyunk, megmutatjuk, halljátok? Ami persze úgy érződik végig, de hát amikor már ez a végén egy ilyen Greatest Hits szekcióban a lendületben néha ilyen darálásba fordul, és például ott van ez a dal, a Street Fighting Man, amit én soha nem kedveltem nagyon, mert nekem mindig egy ilyen monoton darálásnak tűnt. Általában, hogyha hallottam is élőben, akkor mindig a koncert vége felé. Ez most megváltozott az utolsó két turnén, amikor ezt egy ilyen kezdődalként vették elő, és amikor a Keith Richards így kisétál, és így belecsap a húrok közé, hogy... és mondjuk ugyanígy elrontja, mint én, de akkor is azért az üt egy nagyot, szóval nekem ez most egy ilyen új kedvencemmé vált, annyira, hogy le is fordítottam, mert hát ez volt egyébként a kezdő dal most a legutolsó 60 című turnén, de ezt megelőzően is hallottam párszor a No Filter című turnén, úgyhogy most ezt itt megpróbálom itt Balatonfüreden, a Balaton partján fölidézni ezt a feelinget. Az Airbnb vendégeknek egy kis Airbnb következik Balatonfüredről. A címe az, hogy Street Fighting Man, azaz utcai verekedők 1968-ból. Yeah, I don't know.